Egy öreg tengeri medve fantasztikus sikeréről számolhattam be a tegnap esti híradóban. Fanándor 8.-ként végzett a földkerülő vendég ló vitorlás versenyen. Erről a témáról beszélgetünk egy balatoni öreg medvével, ha lehet így mondani, hogy balatoni medvével. Szóval, ahogy szokták mondani azt a hajós körökben, tehát egy tapasztalt idős hajóssal, Kuncze Gáborral, akiről kevesen tudják, de sportminiszter kora óta már kapcsolatban van a vitorlázással, másképp nem éppen Fanándorral kialakult kapcsolat a lényeg. Igen, ők annak idején alakítottak egy megszállottak klubját, nem csak vitorlázók, hanem hegymászók, a vízesésen, kajakkal lejövők, a szakarán szóval átfutók. Tehát, igen, Gál József volt az elnöke, és ennek kapcsán ismerkedtem meg vele, és egyébként pedig ezt a ő érdekükbe kikérem magamnak, hogy én vagyok az öreg balatoni medve, mert ha az a vitorlázás, amit Fanándor vagy Litkei Farkas például, vagy akár Kopár István csinálnak, akkor én nem vagyok vitorlázó, úgyhogy hagyjuk el. Hát mondjuk, viszont a koruk az eléggé hasonló, és akkor igazán tudja díjazni azt, hogy milyen lehet 60 fölött egy hatalmas kihívást. Abszolút, és nem csak én, hanem ezt a világon a vitorlás közönség mindenütt. A Vendée Globe honlapján, miután Nándi befutott, az jelent meg, hogy egy hihetetlen lélek vagy lelki erő, ugye Spirit of Hungary a hajó neve, és hihetetlen lélek, mondták Fanándorra, vagy hihetetlen lelki erő. Ő az első, aki ebben a korban ezt meg tudta csinálni. Ez elképesztő fizikai megterhelés, elképesztő lelki megterhelés. Bár hozzáteszem, hogy jön mögötte egy Wilson nevű amerikai, ott valahol a 13. hely környékén, ő 66 éves, de egyelőre Nándi a csúcstartó ebben a dologban. Hát egy idősek akkor akár jövőre, vagy a következő kihívás alkalmával. Mondtam, hogy na jó, hát ezt hagyjuk inkább. Mert bár tudom, hogy volt alkalma tenger is, de ez inkább csak az Adriát jelentette, az egy más műfaj. Hát szóval fantasztikus dolog tényleg, és ha belegondolunk, hogy mekkora a szakmai, sportszakmai siker ez, és erről mindjárt beszélünk egy szakemberrel is, akit telefonon kapcsolunk. Litkei Farkas, üdvözöljük, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tehát, hogy mekkora siker ez, köszönjük, hogy ilyen korán reggel rendelkezésünkre áll, hogy főként az is, hogy mekkorát fejlődött a technika, vagy Fanándor letapasztalta a 21-nány év alatt, hogy ugye annak idején, ha jól emlékszem, 128 nap alatt teljesítette ezt a távot, és azzal ötödik tudott lenni, most pedig közel több mint egy hónappal rövidebb idő alatt ért körbe. Mi történhetett, a technika fejlődött ennyit, vagy Nándi? Hát nagyon sokat fejlődött a technika. Az idei verseny egyébként is egy gyors verseny volt. 74 nap alatt ért célba a győztes. 4 napot javított a legutóbbi rekordon. Minden évben van rekord ezen a versenyen. Illetve nem minden évben, minden kihívásban. 4 évente vannak a versenyek. És azt néztem, hogy 3 kihívással ezelőtt ezzel a teljesítménnyel Nándi nyerte volna a versenyt. Tehát a 94 nappal nyert Michel Dezsájő 2004-2005-ös versenyen, úgyhogy hát ez a technika az fejlődik minden szinten. Ő mondta is egyébként, olvastam egy cikkben, hogy ez is lehetett talán a veszte, hogy néhány évvel ezelőtt változtattak a szabályokon, és egy egészen újfajta technológiát, ezeket a, hát nem mondom, hogy szárnyas hajókat, de egy afele történt lépést engedélyeztek, ami hát, aminél az ő hajója bár korszerű és fantasztikus karbonszálas technológia, de talán egy lépéssel hátrányban van, nem? Hát 7 darab új hajó épült erre a versenyre, az egyik a Nándié, és ezek közül a hajók közül az övé a legidősebb, 2014-es építés, a másik 6, az 15-ben épült, ugye? 3-5 megverte. A többiek kiestek a versenyből, illetve a holland versenyző az még mindig versenyben van, az utolsó előtti helyen, neki mások a céljai, úgy látom. De van itt egy hajó, aki 2010-ben épült, és átalakították, 2016-ban megkapta ezt a folyrendszert, tehát ezt a változtatást meg lehetett tenni, hogyha ebben nagyon hitt valaki. De voltak itt esélyes hajók, akik nem tettek ilyet, például a Vincent Yu úgy indult a versenyen, hogy ez a foly technológia nem volt beépítve a hajójába, és nagyon jól teljesített mindaddig, amíg nem kellett rájön. Illetve hát Alex Thompson, aki második lett, a versenynek 30%-a körül elvesztette az egyik oldaláról ezt a foly technikát,
Tehát ugye ezt úgy kell kezdeni. Hát egy kockázat is persze, igen, a csúcstechnika használata. Bocsásson meg, hogy közbevágok, csak itt van Kunce Gábor is, nem tudom, tudja, hallja, látja esetleg a képernyőn, mint vendégünk, és nyilván a balatoni habokról és ottani túrákról, versenyekről nyilván ismereti. Segítsenek már mindketten megértetni a nézőkkel és velem is azt, hogy az ember azt gondolja, hogy vitorlázunk, de hát valószínűleg nagy különbség van a Balatonon való vitorlázás és a tengeri vitorlázás között. Hogyan lehetne ezt összefoglalni? Mindkettőjüktől várnám a választ. Mármint a különbséget. Szerintem kezdje Litkei Farkas. Aki 12-szeres kékszalag győztes, ugye a Balaton leghosszabb versenye, és hát világbajnok komoly nemzetközi versenyeket is nyert már. Hát a legnagyobb különbség az az, hogy egyszerűen nincs hova menekülni. Tehát a tengeren ott túl kell élni a vihart, illetve el kell kerülni, hogyha van rá mód. Tehát nagyon élettani nyomást lehet mondani ilyen szempontból. Hát másmilyen. Tehát ott nincs az a megoldás, hogy kimegyek a partra és majd ott megvárom, amíg elmegy, hanem tudom, hogy túl kell rajta menni, át kell élni, meg kell oldani. És az egy, persze életlen nyomásnak is lehet nevezni, de nyilvánvalóan egy olyan erőt ad az embernek, hogy nincs más megoldás, ezt meg kell oldani, amivel képesek is megoldani, hiszen hazajönnek. Kunce Gábor inkább csodálja, így a távolból tiszteli ezeket a nagy kihívásokat teljesítő versenyzőket, és a vitorlázást inkább élvezi a Balatonon, vagy milyen szempontból? Hát ez az utóbbi, de még azért annyit hadd tegyek hozzá Litkei Farkas előbbi mondataihoz, hogy azért is más, mert ugye azért a tengeren hát órákig vagy akár napokig is fúj egy esetleg azonos szél, és akkor azzal kell menni, persze időnként beerősödik, időnként gyengül. Na most a Balatonon ott viszont állandóan változik, és ettől is nehéz a Litkai Farkas többek között attól 12-szeres győztes a Balaton a kékszalagnak, hogy hihetetlenül ismeri a vizet, és megtalálja a jó megoldásokat, és ott egy kékszalagon azért akár fél óránként kell olyan döntéseket hozni, amelyek később befolyásolják a végeredményt. Szóval nehéz így összehasonlítani a kettőt, és nem is érdemes, mert más műfaj. Lehet, hogy ez a vitorlálás szépség egyébként, hogy lehet ezt csúcs szinten űzni, ahogy az Fanándor vagy Litkei Farkas tették, másrészt pedig egy végtelenül jó relaxációs sport. Ez minden sporttal így van, hogy ha vannak húzó nevek, akkor az emberek szívesen csinálják, de a vitorlázás annyiban tényleg kiemelkedik, hogy egy rendkívül megnyugtató, nagyon szép ugye vízen lenni a hegyek különösen a Balatonon között, vitorlát, Balatonon pláne, úgyhogy aki teheti, annak az ember valóban szívesen ajánlja. Litkei Farkashoz visszatérve még, esetleg nem foglalkoztatja akár most Fanándor sikere nyomán hasonló hosszú távú versenyeken való részvételnek az esélye vagy lehetősége? Hát ez majdnem olyan, de nem akarok szerintelenségbe esni, mint ha Usain Boltot megkérdezni, hogy tervezi a maratonfutást. A más műfaj. Nagyon más, tehát ezek nem összehasonlíthatóak, de talán érdemes róla beszélni, hogy mi az az eredmény, amit a Mándi elért. Mert az, hogy 8. lett ezen a versenyen, azt értjük. Ugye a harmadik nemzet. Tehát a brit Alex Thompson lett a második, és mi vagyunk a harmadik nemzet. A vendéglobok történetében Fanándor a 4. nemzet. Tehát a franciák, a britek után van egy svájci versenyző, Dominic Favre, és Fanándor, tehát a magyarok mi vagyunk a 4. nemzet ebben a világban. És ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a vitorlázásnak a 4 monteveresztje közül ez az egyik. Hát valószínűleg az emlékeinkből élünk, ugye egykoron tudjuk, hogy 3 tenger most a partjainkat, talán arra emlékszünk, és azért vagyunk ilyen tehetségesek ebben a sportágban is. Litkei Farkas, nagyon szépen köszönöm, hogy elünk volt, és hát valóban mindketten, vagy mindhárman, mindannyian gratulálunk Fanándor fantasztikus sikerének, aki ráadásul még a verseny utolsó szakaszán egy fantasztikus rekordot is elért, közel 50 km/h sebességgel haladt hajójával, amely, ha jól tudom, ennek a hajónak és neki is egyéni rekordja. Gratulálunk még egyszer Fanándornak, és köszönjük Kunce Gábornak is, hogy velünk volt. Köszönöm.